A városvezetés megbízásából 1959-ben, azaz pontosan 60 évvel ezelőtt alapította a magyarok nagyasszonya katolikus óvodát Pap Györgyné, aki a kezdetekről beszélt. Nekem egy fillérem se volt. Én akkor nem tudtam, hogy ehhez pénz is kell. Én 23 éves voltam, tele tetterővel, és úgy gondoltam, hogy én mindent megoldok, hát meg is oldottam. A férjem vállalatától elhozta az embereket, akik a két szobából egy szobát csináltak, kiemelték a közfalat, csináltak egy tisztasági meszelést, és akkor érkeztek a gyerekek. A kisfiamnak volt pöttyös labdája, az volt az első játékunk és egyetlen játékunk. Úgyhogy azzal kezdtem az óvodai munkámat. A szülők hoztak terítőt, játékokat, valamint az akkori szabadságtéri óvodából is kaptak kiselejtezett eszközöket, mondta Pap Györgyné, aki 32 évig volt az intézmény vezetője. Pap Györgyné úgy fogalmazott, bár rengeteget változott az óvoda, a kollégákra nagyon büszke, hiszen látszik, hogy szorgalmasak és szívvel, lélekkel végzik munkájukat. Az óvoda jelenlegi vezetője Ócsai Józsefné is köszöntötte a résztvevőket, illetve az intézmény alapítóját. Ünnepelni jöttünk ma össze, hiszen 60 évvel ezelőtt a város megbízásából Pap Györgyné Mártika nénit alapított, és így minket munkahelyjel ajándékozott meg. De ez a hosszú út, ez a 60 év, amire most visszatekintünk, mindannyiunk szívébe sok szeretetet, emlékeket, a kiépült szeretett kapcsolatokat idézi. Az ünnepségen részt vett Hegedűs Ágota, a polgármester is. 60 év egy ember életében óriási nagy idő, és az, hogy ilyen jó állapotban meg tudtad élni, ezt azt mutatja, hogy az óvónői pálya frissen tart, fiatalon tart. Ez jó érzés, hogy a mindennapi nehézségeket végigélve láthattuk egy jó példát. Így kell 83 évesen, mosolyogva, derűsen, szellemi frissességgel megélni, és én azt kívánom mindnyájatoknak, hogy éljétek meg ezt a fort. A programra Szebeni Szilvia énekesnő készült népdalcsokorral.